Októberben tartják a reformáció hónapját országszerte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezésében. Egész hónapban számos program kapcsolódik majd az eseményhez, amely október 31-én a reformáció emléknapján zárul. A rendezvény sorozat idei mottója, légy türelemmel irántam. Jönnek a részletek. Köszönöm szépen a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára Fisül Vilmos a vendégem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És itt a stúdióban már látható a 95 tétel, amelyet ön most ismét magával hozott erre a beszélgetésre, és amely 95 tétel október 31-én 1517-ben került ki a Wittenbergi Vártemplomnak az ajtajára, amely helyszín azért is volt fontos, mert hogy egy kereskedelmi központ, egy piac tér volt, és hogy az ajtóra nagyon sokféle üzenetet tűztek, gyakorlatilag egy kommunikációs tér volt, hogyha nagyon le akarom szűkíteni a mai média világában, ezt talán nem is kell túlmagyarázni, hogy miért volt fontos az, hogy oda kikerüljön ez a tételsor. Mi volt akkor az alapvető szándék ezzel? Azt gondolom, hogy amikor Luther Márton kiszegezte a Wittenbergi vártemplom templom ajtajára ezt a 95 tétel sort, akkor egyrészt ezt azért szegezte ki, mert ez egy vitaindító tétel sor volt. Tehát szeretett volna vitázni abban a korban, és ez olyan jól sikerült, hogy két hét alatt egész németországban, tulajdonképpen elterjedt ez a 95 tétel, és plusz két héttel később, tehát összesen egy hónappal a kiszegezés után pedig az egész világ kereszténység ezt megismerhette. Azt gondolom azért a 16. században ez, ez elég nagy dolognak és teljesítménynek számított, és ezen keresztül szerettem volna például a búcsú cédulákat megszüntetni, ugye mi azt jelentette, hogy ha valaki valamilyen bűnt követett el, akkor a, a pápának volt akkor ehhez joga, hogy akkor megbocsássa ezt a bűnt, és akkor ezért fizetett egy úgynevezett bimbocsátott cédulát váltott meg az illető. És a Reformáció központi tanítása pedig pontosan az volt, hogy egyedül a hit által lehet üdvözölni, ugye? Ez a sola fide, sola gracia, tehát a Fide, Szóla Grácia, tehát egyedül a kegyelem az, az Isten kegyelme az, amelyen keresztül lejuthatunk az üdvösségre. E, Szólusz Krisztus, tehát, tehát egyedül Krisztus az, aki aki az a személy, aki, ami számunkra elvezet az Istenhez vezető úton, és szól a szkriptúra, tehát egyedül a szentírás az, amelyen keresztül jutunk a hitre, és megismerjük a tanítást. És a reformáció része volt az is, hogy a szentírást anyanyelven lehessen olvasni, Luther Márton fordította le német nyelvre, és egyébként utána Magyarországon is már lehetett magyarul olvasni a Bibliát. Milyen kulturális jelentősége volt ennek a folyamatnak a világban? A Reformációnak a kulturális jelentősége megmutatkozott egyrészt a Bibliafordításban, másrészt abban, hogy elkezdtek azon gondolkodni nagyon sokan, akár írók is, hogy, hogy mit is jelent az anyanyelvnek a használata, mit is jelent az, amikor kulturális értékeket kifejezetten a mi nyelvünkön, a legszebb módon tudunk. Tulajdonképpen bemutatni, megmutatni mások számára. Tehát volt egy irodalmi, kulturális háttere is a reformációnak. Itt állok, másként nem tehetek, mondta Luther Márton. Ez gyakorlatilag a szólásszabadságról szól, amely arról, hogy merjünk gondolkodni, ami pedig már az egyetemekre vonatkozik, hiszen az egyetemeknek a létrejötte is kötődik ehhez az időszakhoz. Ahogy említettem az előbb, ez a 95. éjtel ez egy vitaindító irat volt. Luther máton szeretett vitázni, szeretett beszélgetni, asztali beszélgetéseket folytatott az asztalánál, ahogy teológusokkal és hívekkel együtt vitázik, beszélget. Hát én azt gondolom, hogy hogy az egész protestáns gondolkodásra jellemző egyébként ez a vitázás, ez a polémia, hogy beszéljük meg, tárgyaljuk ki, mit is jelent ez egészen pontosan, és ez mindenképpen egy, egy gondolkodásbeli változást hozott akkor, a reformáció az Európának is az ügye, és persze a világ kereszténységének, de összességében ez Európából indult ki, tehát van egy úgynevezett európai központi, központú hatása is a reformációnak. Ne felejtsük el, hogy a középkorban a reformáció az keresztények között zajlott. Ma pedig úgy élünk itt, hogy ebben a mai világban, szekuláris világban élünk, és így kell a kereszténységet megélni, a megfelelő keresztény identitásunkat megmutatni, tehát más világ van, más volt akkor a katolikus egyház, és teljesen más ma, más volt akkor a reformátori egyházaknak a képe, és más ma. Korábban is beszélgettünk már a reformációról, és ön úgy fogalmazott, hogy a török dúlt a Magyarországon is, képes volt egyébként gyorsan terjedni a reformáció. Milyen változás? hozott Magyarországon? A reformáció mindenképpen elindított egy gondolkodást, egy közgondolkodást, amiben nagyon sokan úgy látták, hogy a, a megtérésnek, a központi hitnek fontos szerepe van, és éppen ezért ez a hitmélyítés irányába is egy, egy volt. Az első tétel így is hangzik a 95-ből, térjetek meg nem csak a 95 tételt hozta el ide hozzánk a stúdióba, hanem azt is, ami a reformáció hónapjáról szól, azt a plakátot is, és légy türelemmel irántam, ez az idei hívó szó, ez az ige mire utal? Amikor ezt az igét választottuk erre azért, hogy ez legyen nemcsak a reformáció hónapnak egyébként az igéje, hanem a Magyarország Egyházak Komagos Tanácsának a, a mottója, akkor arra gondoltunk, hogy olyan türelmetlenek vagyunk, Ebben a mai világban annyi mindent szeretnénk, de azonnal és egy kicsit próbáljuk türelemre hívni, invitálni az embereket, és a reformációt is eköré építettük fel, hogy próbáljunk egy kicsit türelmesebbek lenni. Így ma, október 1-én lesz a Reformáció Országos Nyitóisten Tisztelet ennek a hónapnak. Ez a Kálvintéri Református templomban lesz ma 18 órakor, ezen Kondor Péter, evangélikus püspök, a mevő talelnöke fog majd prédikálni, és ilyenkor ez egy zenés áhítat, mondjuk így, hiszen református, evangélikus, baptista, pünkösdi, metodista énekkarok szolgálnak, aztán október 5-én, szombaton pedig mezőberényben területi női találkozó lesz, 10 órától délután 3 óráig, az evangélikus gyülekezet ad ennek otthont. Én azt gondolom, ez is fontos, hogy, hogy célcsoportjaik is vannak, nőket hívjuk, persze jöhetnek férfiak is, de elsősorban a nőket, keresztény nőket e, szólítjuk meg. Október 13-án pedig Békés Csabán lesz e, ökömanikus missziói nap, ezen pedig más-más felekezett templomában prédikálunk délelőtt a missziói bizottság tagjai, délután pedig 5 órakor az evangélikus templomban e, fog majd Fekete Károly református püspök úr szolgálni, és aztán október 20-án pedig a reformáció gálás lesz, ami az egyik legrangosabb eseményünk ebben a hónapban, ez az Uráni Nemzeti Filmszínházban lesz, október 20 vasárnap 17 órakor. Itt mindig bemutatkozik egy gimnázium, most egy református gimnázium mutatkozik a Gödöllői Református Liceum, és a Luteránia Evangélius énekkar szolgál majd valamint a baptista teológiának a kórusa, és Grecsó Krisztián tart majd előadást Hit és Művészet címmel. Október 22-én pedig egy záró, 27-én egy záró istentisztelet lesz vasárnap a Metodista Egyház központjában, a Kiscéli utca 73-ban, itt pedig Földesi Tamás, Pünkösdi Egyház elnök prédikál, és ez egy ökumenikus urvacsorás Isten tisztelet lesz, tehát együtt vesszük Krisztus testét és vérét magunkhoz, és végül zárjuk október 31-én a reformációi parkban, ez pedig szokás szerint a reformáció park, ugye a Fasori Evangélikus Templom és a Református Templom között helyezkedik el, itt pedig délután 5 órakor lesz egy záró alkalom. Fisről Vilmosnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és hogy mindenről beszélhettünk. Köszönöm a lehetőséget.